2021-ben is szorgalmasak voltak a gazdák a kapospulai szőlőhegyen. Szép szám alatt adtak le bor és pálinka mintákat a bírálóbizottságnak. 15. alkalommal került megrendezésre a hagyományos bor és most már utolsó egy pár évben pálinka is társult hozzá verseny az önkormányzat és a szőlőhegyi baráti társaságnak a szervezésében. A tavalyi évben igazából talán egy kicsit kevesebb, nem jó év volt a pálinkásoknak is, kevés gyümölcs volt, aztán hát a bor termelők sajnos, vagy a szőlős gazdák azok egyre fogynak, mert ahogy kiöregszenek, a fiatalok nem annyira szeretik, de én úgy, mi azt beszéltük, hogy ha csak 5-en vagy 10-en, akkor is ez egy hagyomány fog maradni, és ameddig tudjuk, megrendezzük ezt az eseményt. A borokat fajtánként értékelték, 3 kategóriában lehetett helyezést elérni. Borból összesen 48 minta érkezett, közbe puskázok egy kicsit, 17 vörösbor, 25 fehérbor, és 6 darab rozébor. Hát a Kapospula és igazából a Dombóvár környék, tehát ez a pulai szőlőhegyi gazdák elsősorban azért, de hát azért talán van olyan, aki nem itt termeli a bort, és hát mégis eljön ide. A jó minőségű borok mellett a pálinkákkal sem kellett szégyenkezni ők a nevezőknek. 34 mintát kaptunk a verseny előtt, ezeket mind megjelenés, illat, íz, valamint ezek összhangja alapján bíráltuk. A minták összességében kimagaslóak voltak, megfelelő mennyiségű aranyérem lett, rengeteg ezüstérem, kevés bronz, ez azt akarja, hogy inkább a felsőbb kategóriát képviselték az idei párlatok. A szőlők nagyon jók voltak idén, szőlők, illetve a törkölyök, valamint volt egy nagyon finom ágyas tétel. Az év pálinka díjat Benedek Miklós 2021-es írsai olivérből készült párlata nyerte el. Hát a jó alapanyagtól, a nagyon jó érett szőlőtől, nem törköltől, hanem ez valódi szőlőből készült, tehát ez az egésznek jó megcsinálva a cefre, és akkor nem lehet problémája. A szőlős gazdák nem csak szaktudásukat, hanem szívüket is beleadják a bortermelésbe. Így van ezzel Mayer Levente is, aki rozéborával a kategória nyertese lett. Nem tudom, mitől különleges, itt termett a Pulai hegybe, odafigyeltünk rá, és ezek szerint meghozta az eredményét. Van feeling, az ember lemegy a pincébe, főhozza a kancsó bort, leülünk baráti társaság, iszogatunk, beszélgetünk, és csodálatos. A borbírák kiemelték. A szőlő gondos kezelése mellett a szüret időpontjának megválasztása is nagyon fontos. Az idei borversenyen nagyon kellemesen csalódtunk, nagyon kedvezően alakultak a borok minősége, talán a mennyisége nem annyira, habár nagyon heterikus volt az időjárás, ami nagyon befolyásolta azt, hogy hogyan lehet és mit lehet szüretelni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni arra, hogy a szüret időpontjának a kiválasztása. Mert hogyha úgy volt a szőlész, hogy most cukorra megy, hogy minél magasabb legyen, akkor a savak égtek ki. Ha a savakra ment, hogy nehogy kiégjen, akkor meg a cukor volt kevés. Az eredményhirdetést követően a résztvevők zenés-táncos mulatsággal ünnepelték meg a kiváló minőségű nedüket.